Szétvágó. A Magyar Népköztársaság államhatárának őrzése a belügyminisztérium határőrségének alapvető feladata. Különösen vonatkozik ez a nyugati határszakaszon határőrizetet ellátó alegységek és kerületek személyi állományára, mivel ez a határszakasz nem csak a Magyar Népköztársaság, hanem a szocialista tábor nyugati határszakaszának egy része is. Magyarország mindig is nagyjából a földrajzi Európa közepén feküdt, de hogy politikai, társadalmi és kulturális értelemben a kontinens nyugati vagy keleti feléhez tartozott, az sokat változott az évszázadok során. A legutóbbi határátlépés 30 éve történt, amikor az ország a keleti blokk nyugati széléről a magát nyugatnak nevező világ keleti szélén kötött ki. Akkortáj tűnt el a szocialista blokkot a kapitalista világtól elválasztó határvonal, ennek a folyamatnak az első lépéseként számolták fel a Magyarország nyugati határán húzódó drótkerítést. Sokat elmond az egykori vasfüggöny funkciója arról, hogy milyen világ volt Magyarországon 30 évvel ezelőttig, hiszen az, a déli határon 2015 óta húzódó drótkerítéssel szemben, akkor arra kellett, hogy az országban tartsa azt, aki távozna, hogy megakadályozza az engedély nélküli nyugatra utazást, illetve a végleges elköltözést, a disszidálást. Hogy a vasfüggöny eltűnése kiknek volt a személyes érdeme, az nem egyszerű kérdés. Köze volt hozzá a magyar, a szovjet, a német és az osztrák politikai vezetésnek, és a mellettük dolgozó tisztviselőknek, diplomatáknak, és nem utolsó sorban azoknak a magyar ellenzékieknek, akik a bontást megelőző időkben vállalták a kockázatát, hogy egyre hangosabban követelték a politikai változásokat. Mindazonáltal a legnagyobb érdeme a bontásban talán magának a kerítésnek volt. A fából, vasból és betonból épült védelmi vonal, kicsit túlozva, a 80-as évek végére elrohadt magától, megette az idő vasfoga. Drága felújítására nem volt pénze az országnak. A szovjet technika addig elmaradt karbantartása így kész helyzetet teremtett. Elsősorban ezért kellett újraépítés helyett bontani. Nyilván, ha nem a változás szelei fújtak volna, hanem a régi, keményebb időket élte volna az ország a 80-as évek végén is, akkor valahogy megoldották volna, hogy a vasfüggöny ne rozsdásodjon el végérvényesen, de a politikai helyzet igenis átalakulóban volt. Az nyilvánvaló volt, és azt évtizedek alatt mindig mindenki tudta, hogy a közép-kelet-európai szovjet uralom alatt élő országoknak csak akkor van egy sanszuk, ha a Szovjetunió maga megijengül. Németh Miklós márciusban látogatást tesz Moszkvában Gorbacsovnál, és bejelenti, hogy le fogjuk a vasfüggönyt bontani. Erre tulajdonképpen az volt a válasz, hogy Gorbacsov közölte, hogy döntsetek belátásotok szerint. Németh Miklós a küszöbön álló magyar politikai változások esetleges kockázataira is rákérdezett Gorbacsovnál, hogy felmérje a várható reakciókat, és mindenek előtt megtudakolja, van-e oka félnie Magyarországnak. Ez a mozzanat, ez a pillanat, ez becsukom a szemem, ma is előttem van. Karfa, megragadta a karfát. Miklós, amíg én ebben a székben ülök, 1956 nem ismétlődik meg. 80-as évek végére egyszerűen elfogyott a Szovjetunió mögött a globális hatalmat garantáló gazdasági teljesítmény. 89. március 15-e tüntetés előtt voltam Poskai Imrénél, és mondtam neki, hogy Imre, itt nagyon gyorsan mennek a dolgok, nem túl gyors, ez nem kéne a szovjetekkel inkább vigyázni. És akkor a Poskai azt mondta, András, nem, amíg ezek hallgatnak és nem mondanak semmit, addig kell megtenni, elmenni addig, amíg csak lehet. Hazajöttem, szóltam a belügynek, a határőrségnek, nosza, teszteljük Gorbacsovot. Nekünk addig jó, amíg ő ül a székbe. A vasfüggöny lebontása azonban nagyon csendben kezdődött. A március-áprilisában a határőrség kapott egy parancsot, hogy minden különösebb csendet nélkül kezdjék lebontani a vasfüggönyt. Ez megtörtént, és május 2-án a határőrség országos parancsnoka bejelentette, hogy Magyarország lebontotta a vasfüggönyt. Ezt látták az NDK-s állampolgárok is. És mindenki a maga módján bonta le a következtetéseket, hogy akkor ez most mit jelent Magyarországon.
ha nincs vasfüggöny, akkor lehet, hogy esetleg meg lehet próbálni átszökni Ausztrián át az NSZK-n. A történethez tartozik, hogy Magyarország csatlakozott a genfi menekültügyi egyezményhez. Ennek nem volt sok köze a keletnémetekhez, sokkal inkább a Romániában az előző években megkezdett falurombolásokhoz. Erdélyi magyarok folyamatosan szivárogtak át Magyarországra, a magyar-román határ mentén sátortáborok nőttek ki a földből. A genfi menekültügyi konvenció hivatkozási alapot teremtett arra, hogy a magyar hatóságok miért nem toloncolják vissza az erdélyieket Romániába. Ez a két tényező, tehát a genfi menekültügyi konvencióba való belépésünk, a vasfüggöny lebontása eredményezte azt, hogy az én érdeklődés az NDK-sok részéről még nagyobb lett, mint bármikor korábban. Az is újdonság volt, hogy a határőrök ekkor már nem lőhettek a nyugatra szökni próbálókra, fegyvert csak önvédelemből használhattak. Ettől még persze a magyar kormánynak tiszteletben kellett tartania a szocialista országokkal megkötött bilaterális megállapodásokat, melyek megakadályozták a kiutazási engedély nélküli átkelést Ausztriába. A tiltott átlépés kísérletének tényét a magyar határőröknek az NDK polgárok útlevelébe közvetlenül kellett volna bejegyezniük. A belügyminisztérium módosított gyakorlata nyomán azonban csak egy külön papírt adtak a határőrök a rajta kapott embereknek. Ezzel megmenekült az NDK-s adott NDK-s állampolgárattól, hogy ha visszamenne az NDK-ban, ne talán, hogy akkor milyen súlyos büntetés várna rá, hiszen a útlevelébe bepecsételték a tiltott átlépés tényét. Kialakult egy patthelyzet. Visszatoloncolni nem akartuk őket a genfi konvenciós tagság miatt. Kiengedni meg nem akartuk, vagy nem tudtuk őket, mert a Varsói szerződésbeli megállapodás meg megint kötött bennünket. Pán-európai piknik, az arról én nem tudtam. Az meglepett, az, amikor történt, akkor az nagyon nagy hír volt. A magyar kormány támogatásával és tudtával jött létre a piknik, amely végül is egy nagyon sikeres találkozóba torkollott, egy ilyen idézőjelben tiltott határátlépésbe torkollott, a helyszínen levő, annyira határon volt, hogy a helyszínen levő összetárkolt kaput megnyitották ott, és a drótkerítésen keresztül, amely azért még megmaradt a idézőjelben vasfüggönyből, keresztül több százan, körülbelül 520-570, nem tudják pontosan, NDK-s menekült Ausztriába. A piknik ez egy nagyszabású és egy nagy értékű dolog volt. Tesztelték a nemzetközi reakciót. Pán-európai piknik ez egy alkalom volt arra, hogy kipróbálják, hogy mi a reakciója a nemzetközi közvéleménynek és a Varsói szerződésen belüli tagországnak. Amikor szocialista, liberális kormányok voltak, akkor mindig a június 27, ez az a bizonyos ollóvágós eset, amikor pedig jobb-jobb középkormányok voltak hatalmon, akkor mindig a piknik a méltó ünneplési alkalom. Mind a kettőnek volt szerepe, de ha nem a folyamatában látjuk és helyezzük el az eseményeket, akkor bizony félrevezetjük magunkat is, a közvéleményt is, meg az országot is. Ami érdekes lehet, hogy információink voltak már a márciusi időszak elejétől, titkosszolgálati információk, miszerint a Ceausescu kezdeményezésére az NDK és Csehszlovákia közös katonai intervenciót tervez Magyarország ellen, azzal a mottóval, hogy Magyarországot visszatérítsék a szocialista útra. A pán-európai piknik Sopronban egy sikeres akció volt, de nem volt a végleges megoldás. Volt olyan német forrásom, amik azt mondta, hogy jelen volt Ausztriában a német Verfassungsschutz, tehát az az ő kémszolgálatuk, és benne volt a kezük. Voltak jelek, amelyek arra utaltak, hogy a németek tudtak róla. Egyes menekültek, akik átlépték a határt, azokat rokonok ott pezsgős üveggel várták, hát az ott azon a mezőn nem igen terem. Ekkorra kritikussá vált a helyzet, a kormány lépéskényszerbe került.
Az NSZK-ba akreditált magyar nagykövet azt javasolta a kormányfőnek és külügyminiszterének, hogy személyes látogatáson kérdezzék meg a kancellárt, milyen megoldás szülessen. Nem egészen egy héttel a piknik után Németh Miklós már az NSZK-ban volt Horn Gyulával, ahol ismertette a magyarországi padhelyzetet, majd a labdát a nyugatnémetek térfelére rúgta. Azt mondta, hogy kancellár úr, a kialakult helyzetet én most önnek részletesen elmondtam. Ez alapján mi úgy gondoljuk, hogy a megoldás kulcsa az önök kezében van, ez német-német belügy. Legyenek és önök, és önök rendezzék a két Németország között kialakult feszültséget. Kohl kancellár azt válaszolta, hogy ők nem tudnak lépni, mert az NDK nem akar egyezkedni, és követeli állampolgárai visszatoloncolását. Németh Miklós közölte a Kohl kancellárral és Genscher külügyminiszterrel, hogy akkor Magyarország meg fogja nyitni a határokat. Egyértelmű, hogy nem toloncoljuk vissza, ki fogjuk engedni őket. Erre Kohl tulajdonképpen annyira meghatódott, hogy mondta, és mit kér ez Magyarország. Mire Németh Miklós határozottan válaszolt, hogy kancellár úr, Magyarország, a magyar kormány nem folytat emberkereskedelmet. Akkori ellenzékiek mind májuk nagyon rosszul veszik, tudják feldolgozni azt, hogy a 89-es határnyitás, mint nagy döntés, az Isten nevében az utolsó kommunista korból származó kormánynak adatott meg. Én a Horn Gyulát rendkívül nagyra értékelem. Horn Gyula szószoros értelmemben egy politikai macher volt. Bátor volt, és megbízható. Én nekem nagyon sok olyan stiklim volt, idézőjelben, ami a hivatalos utaknak a megkerülésének tömegével járt. Amilyen sok az ügy érdekébe tett lépésem volt, Horn Gyula mindent elsikált, ami olyan volt, hogy nem szabad elfelejteni. Magyarország ebben az időszakban nem volt egy tiszta értelemben vett demokratikus ország. A Németh Miklós hatalomra kerüléséig a hardlinerek Magyarországon keményen ellen voltak. Mégis kinek az érdeme volt elsősorban a határnyitás? Ki hozta a döntést, és ki vagy kik vállalták a politikai kockázatot? Horváth István egykori nagykövet szerint kár erről vitát folytatni, mert minden résztvevőnek komoly szerepe volt. Ehhez a diplomatikus megközelítéshez némileg hasonló eredményre jutott Oplatka András is, a határnyitásról szóló könyvéhez készített anyaggyűjtése során. Meglepően sokan gondolják magukról, hogy fontos szerepük volt a folyamatban, és többen is akadnak, akik úgy érzik, leginkább nekik volt kulcs szerepük benne. A 5.-6. interjú után kiderült, hogy hát álljon meg a menet, ezek itt egymásnak mind ellent mondanak. Magyarországon annyian nyitották meg a határt, hogy Magyarországnak annyi lakósa sincsen. Irritálni kezdett idővel, minél többet tudtam meg a dologról, hogy Horn Gyula döntötte volna ezt el. Ez ilyesmiről nem külügyminiszterek szoktak dönteni, és utasítják a miniszterelnököt és a belügyminisztert, hogy most mit kell tenni. Igen, de azért egy miniszterelnök sem dönt szuverén saját maga, hanem ott azért a munkatársak, akik elmondják a véleményüket a helyzetre való tekintettel. Én a Miklósnak a szerepét nem akarom elvitatni, de azért sok mindent készen kapott már a Miklós. Tehát a körülmények tették hozzá. És a motor azonban Horn Gyula volt az egész évtizedet illetve. Tehát a 80-as évek elejétől kezdve, amikor mi a nyugati nyitás stratégiájában előálltunk Kádárnál, akkor azt Horn Gyula csinálta. Németh Miklós akkor még nem is volt a KB-ban. Németh nem egyedül döntött. Egyedül mondta ki, hogy akkor legyen így. De a körülményeket nem ő alakította. Hogy nálunk jelenti be a megoldást az NDK-beli menekültek ügyében. Kérem, foglalj össze a megoldás lényegét. Köszönöm, üdvözlöm, Magyar Távirati Iroda már kiadta a közleményt. Igen, pont hétkor, amikor a műsorunk kezdődött. Hát ennek lényege az, hogy az itt tartózkodó NDK állampolgárok
saját tetendéke úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országban, hogy befogadja őket. Die hier stehen die Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihren DDR passieren, das Land verlassen. Szóval mind a kettőnél, a vasfüggönynél is, meg a határmegnyitásnál is. Szóval nem értem, hogy miért kellett a Miklósnak távol maradni. De én mondjuk a Miklósnak a szerepét egy percig nem szeretném kicsinyíteni. De én ezt az egészet valahogy összefüggésben nézem. A Gyula vagányon belement. És ezt a vagányságot, miután én is egy hasonló ilyen típus vagyok, tudom én most is nagyra értékelni. Ferde volt az is, amikor a drótvágást ünnepelte és ünnepeltette a kormány, és ferde volt a páneurópai piknik ünneplése is. Az egy nagy marhaság, hogy valaki azt meri magára vindikálni, hogy ő a határnyitó, nem Németh Miklós a határnyitó. Én voltam a kormányfő, persze, nekem kellett bizonyos döntést meghozni, meg döntéseket meghozni. Na de kérem, hát ebben rengetegen részt vettek, belföldről és külföldről egyaránt. Hát ez egy csapatmunka volt. And East Germany is a no. East Germany volt, hogy a hajlatot. And Hungary say yes. This is beautiful. Thank you.